Furcsa csend. Amikor megkaptam ma reggel, hogy hát akkor a bevezetőt én mondjam. Ennek már van egy előzménye, mert egy évvel ezelőtt elhangzott. Ez a mondat, hogy a következőt te mondod, és én nagy vidáman azt mondtam, hogy jó, rendben, majd nem tudom, mikor jövök legközelebb. És akkor az esélytelenek nyugalmával hazamentem. Egy olyan témáról kell ma beszélnem, amiről nem szívesen beszélünk. Nem nagyon szeretjük, mert az életünknek egy nehéz területe. De hogy mi nehéz, vagy mi könnyű, ezt igazából megpróbáljuk elméből eldönteni. És akkor, amikor játszadozunk a gondolatainkkal, és hozzákapcsoljuk az érzelmeinket, és ennek a kavalkádjában élünk nap, mint nap, és ezer-ezer számra jön a gondolat, akkor úgy érezzük, hogy oké, a helyünkön vagyunk, hiszen az elménk a segít minket. És az első kérdés az, hogy mi a zen nekem az én utamban. Mondhatom azt, hogy véletlenül kerültem ide, nyilván YouTube videó alapján, ahogy sokan mások. Valamiért megszólított, és azt éreztem, hogy telefonálnom kell, és egyenes úton bejutnom ide. Volt egy megérzés belül, hogy van valami közös múltunk, nem tudom, hogy micsoda, de ezt nekem így le kell tisztáznom. És gondoltam, hogyha van egy kopasz, szürke ruhás ember, aki apát, és mindenki nagy tisztelettel, áhítattal, szeretettel, vagy nem szeretettel, de hallgatja, úgyse fog fogadni. Hát nem így történt. Első másodpercbe bejutottam, és ahogy ígérték, 2 órakor be is jutottam a szobába úgy, hogy kaptam egy olyan értő figyelmet, és egy olyan tiszta kommunikációt, amit nagyon kevés helyen kapok, érzek és tapasztalok. És sikerült első alkalommal 1,5 órát igen mélyrehatóan és igen tisztán beszélgetni. És itt azt éreztem, hogy bennem valami nagyon elindult. És ez a folyamat ez azóta zajlik, nyilván hullámvölgyekkel és hegyekkel. Mert akkor, amikor rátévedünk bármilyen útra, ami önfejlesztő, belső út, és nagyon sokszor halljuk, hogy a befelé vezető út vezet kifelé, és akkor ezt úgy azt mondjuk, hogy hú, de jó, tényleg, ez egy egyszerű mondat. De mit jelent ez valójában? Mi az, hogy én befele haladok? Mi az, hogy vannak belső dolgok, amiket fel kell dolgoznom magamban? Hiszen eddig is éltem az életemet, működött, vagy így, vagy úgy, vagy valahogy. És nem tudtuk, hogy ha elakadunk, akkor miért akadunk el? Hol van a hiba a rendszeremben? Vagy a rendszerben kívül, a többi emberben? Hiszen ők azok, akik csúnyán beszélnek, nem figyelnek oda, nem érdekli, hogy mi van velem. De igazából engem érdekel, titeket érdekel. Szoktatok gondolkozni azon, hogy igazán fontosak vagytok-e magatoknak? Vagy azt gondoljátok, hogy fontosak vagytok? Vagy fontos-e, hogy fontosak vagytok? Vagy ilyen egyszerű kérdés, hogy szeretitek magatokat? Mi az, hogy önszeretet? Elkezdesz gondolkozni, és azt mondod, hogy hú, akkor már egoista vagyok. Hogyha én szeretem magam, akkor a külvilág engem megítél, és azt mondja, hogy egóból beszélsz. De szerintem nézzetek egy picit a szívetek közepébe, hogy tényleg hogy vagytok saját magatokkal. Hiszen valamiért eljöttetek ide. Valami kimozdította abból, hogy itt valamit tapasztalni kell. Az eleje még ott van, hogy egy nagyon érdekes út, de jó, akkor én itt majd egy hét vége alatt, vagy egy hét alatt megfejlődöm. Hát, hálásan mondom, hogy nem. De még 1-2 év alatt sem. Viszont akkor, amikor számtalan külső tényező és hatás jön az életünkben, és mondhatjuk azt, hogy nem élünk könnyű világot, mondhatjuk azt, hogy tényleg nehezítések vannak, de ezt beválasztottuk. Kinek a hite szerint? Vagy azért, mert eldöntötte a lélek, hogy ő itt fog tapasztalni valamit. És ezt ő már rég megbeszélte a föntiekkel, és ezzel ellen lehet hadakozni, illetve tényleg lehet leülni, meg lehet küzdeni a 30-40-50 perceket, vagy az egy hetes intenzívet. Én szeretek belevágni a nehéz dolgokba, hát ha beletörik a bicskám. Sajnos egy ilyen helyzetből jövök, hogy sportoló voltam, és abban az volt, hogy ott küzdeni kell. Ráadásul egy olyan sportágban, ami arról szólt, hogy eredmény. Ott kőkeményen az volt, hogy 1 perc, akkor 1 percet úsztál. Ott nem volt versenybíró, hogy rosszul dönt, vagy jól dönt. Folyamatosan kifele hárítunk. Ki döntött jól? A szüleim? Rosszul bántak velünk? Igen, egy csomó tapasztalatunk van, de mind azért van,
mert ebből tudunk tanulni. Mi a születés, meg mi az élet, meg mi a halál? Igazából ez a téma. A születés az már maga a halál, mert az már valamit elindít bennünk. Azzal, hogy megszülettünk, avval már valami meghalt, ami előtte volt. És akkor ehhez megpróbálunk ragaszkodni. De egy a kérdés, élünk? Éltek? Valóban éltek? Valóban úgy érzed, hogy élsz? Vagy csak azt gondolod? Megéled, vagy túléled ezt az életet? Melyiket választottad? Elgondolkoztál rajta? Vagy csak mész, és előre folyamatosan hajtod? Vagy az anyagiakat? Vagy az egyéb külső tényezőket, energiákat, érzelmeket, vágyakat? Hajkurászunk valamit? És most figyeltek, és ez egy hihetetlenül megtisztelő dolog. És megmondom őszintén, hogy nagyon mélyen meghat. Mert ez nem jellemző a mai világban. És azzal, hogy csak elmegyünk egymás mellett, és felszínesen oda bökünk valamit a másiknak. Figyelj, hogy vagy? Jól vagy? Aha, jó, köszi. Meg se halljuk a választ. Meg se halljuk, hogy igazából mit mond, és igazából hogy van. És akkor, amikor van egy közösség, és azt mondjuk, hogy valahova tartozunk, akkor megnézzük-e, hogy mit adunk bele. Hogy tényleg mit adsz bele. Hogy a lehetőségeid szerint az, ami benned van érzelmileg, fizikailag, mentálisan, azt odaadod? Vagy csak azt hiszed, hogy odaadod? Vagy azért adod oda, mert valamit kapsz érte? Mert majd megdicsérnek bárki? Vagy itt a Földön, vagy másmilyen módon? A saját hited szerint? Nem tudom. De te tudd. Te érezd azt, hogy tényleg élsz, túlélsz, megélsz. Mit csinálsz? Jó neked? Az örömöt keresed? A békét? A megnyugvást? Mire vágysz? Vágysz valamire? Szeretnél valamit? Vagy nem is akarsz már semmit? Mert ma elmegy a kedv. Elmegy az emberek kedve. És én is tapasztalom magamon, hogy elmegy a kedvem. Nem egyszer és nem kétszer. És föl kell állnom. És meg kell mutatnom saját magamnak, nem másnak, nem a külvilágnak. Hogy megyek tovább. És a zen nekem azt jelenti, hogy az utam egyik része. Mert van még mellette más is, amit nagyon szeretek, nagyon mélyen hiszem, nagyon az enyémnek érzem. De minden nap itt van a zen. Minden reggel. És nem azért, hogy egy simogatást kapjak, nem azért, hogy dharma tanító legyek, vagy bármivé váljak. Hanem azért, hogy jól legyek belül, és tudjak adni, és tudjak segíteni, és akkor tudok segíteni, hogyha belül van egy mag, ami megtart, és ezt a magot csak én tudom táplálni, ilyen-olyan-amolyan módokkal. Nekem az élet ezt jelenti. Nem azt, hogy kergessek bármit, ami nagyra törő, hanem az, hogy a hétköznapi egyszerű életemet meg tudjam úgy élni az emberekkel, hogy legyen őszinte kapcsolódásom. Nem csak a felszínes dolgok. Ez a média és ez az egész világ folyamatosan afele hajt minket, hogy csak menjél, ne légy jelen, ne legyél te önmagad. Mi az igaz önvaló? Mindig mutatunk valamit, vagy ez, vagy az. Én ma nem vagyok jókedvű. Én ma voltam egy olyan helyen, egy temetésen, egy barátnőm temetésén, aki olyan tiszta, igaz szívvel élte az életét, és olyan figyelemmel, ahogy most ti figyeltek. És nekem igazából ezt fájt. És amikor azt mondjuk, hogy tudjuk, hogy mi a halál, nem tudjuk. Megpróbáljuk magunkban értelmezni azt is, hogy valaki, akit szeretünk, elmegy fizikailag innen tőlünk. És akkor megmagyarázzuk, igen, neki ez a jó, neki könnyebb, ő már majd átkerül a túlvilágra, találkozik apukájával, bárkivel. Mit maradunk? És hogy valóban el tudjuk engedni? Vagy ragaszkodunk? Ugyanúgy, ahogy ragaszkodunk szerelmekhez, tárgyakhoz, meglévő szituációkhoz. És akkor, amikor kicsúszik a kezünkből, akkor ott állunk megsemmisülve. Te jó ég, mi történt velem? Hiszen eddig ez itt volt. Ez az enyém volt, ezt megmarkolhattam és megfoghattam. És napról napra megyünk a halál felé. És tudattalanul a tudat legmélyes zugában ez ott van. Hogy igen, félünk. Féltünk megszületni, és félünk meghalni is. Ha kimondjuk, ha nem. Ha azt mondjuk, hogy felkészültünk rá, ha nem. És fel tudunk készülni rá. És minden nap fel tudunk rá készülni,
Mert nem egy ördögtől való történet az, hogy elmúlunk fizikailag, hanem az, hogy ezt milyen tudatosan éled a napjaidat. Hogy valóban vannak különböző technikák keleten, amikor oda teszi a pohárvizet éjszakára magának, és tudatosítja magának azt, hogy bármelyik pillanatban elmehet, és hogyha fejlett a lélek, ő tökéletesen fogja tudni, hogy mikor megy el. Több mint 22 éve segítek embereknek, és legelső feladatnak azt kaptam, hogy egy rákos fiatalembert, aki volt 61 néhány éves, át kellett segítenem a halálon. És megkért a családja, amire én azt mondtam, hogy én nem vagyok felkészülve. Én ehhez kevés vagyok, kicsi vagyok, mit keresek én ott, mit szeretnék? És azt mondták, hogy ők azt szeretnék, hogy én fogjam a kezét és vigyem végig. Egyszerre volt megtisztelő, megrendítő, és hihetetlenül félelmetes. És elmondom, hogy életem egyik legnagyszerűbb élménye volt. Mert látni azt, hogy valakivel össze tudsz kapcsolódni, és végtelen békével tud elmenni, de ez a fiatalember már letett egy csomó mindent ebben az életében. Ő megbeszélte magával azt, hogy hogy élt, és nem úgy ment el a vakvilágba, hogy tele volt haraggal, fájdalommal, félelemmel, hanem ő tudta, hogy megy ezen az úton, és békésen, a családja szeretteinek körében éltük meg közösen. És most kaptam egy ilyen felkérést, hogy beszéljek erről, hogy élet, halál, születés, mi ez? És akkor tedd fel magadnak ezt a kérdést, hogy mi ez? És azt is tedd fel, hogy valójában te hol tartasz az úton? Mit pakoltál le? Mi az, amit cipelsz a hátizsákodban? Hány olyan harag, félelem, féltékenység vagy gyötrődés van benned, amit még nem oldottál föl? És lehet, hogy abban, hogy leülsz, vagy sétáló meditációt csinálsz, vagy énekelsz, úgy érzed, hogy nem történik semmi. De akkor, hogyha kitartó vagy, akkor észreveszed hónapról hónapra, évről évre, hogy egyre könnyebben és egyre nagyszerűbben tudod megélni az odavezető utat, ami itt, ebben a földinkarnációnkban egy véges történet, ami amúgy pedig nem. Én azt kívánom, hogy az, hogy van egy ilyen közösség, és teljesen mindegy, hogy milyen időközönként jöttök össze, olyan energiával és erővel rendelkezik, amit nagyon meg kell becsülni. Becsüljétek meg önmagatok munkáját, azt, amit beletesztek, és ugyanígy becsüljétek meg a másikét, aki melletted ül, és ugyanúgy küzdi a saját belső kis démonjait és a harcait. Mert mindenki egy jobb világ felé megy, és ezt csak összefogással lehet megtenni, és nem tudom igazán az embereknek ezt átadni, hogy mennyire fontos, hogy már egy olyan küszöbhöz érkeztünk, amikor egymást kell felemelni, nem rólunk szól. A rólunk az arról szól, hogy mi jól legyünk, hogy mi mindent tegyünk meg azért, hogy minél jobban legyünk, hogy tudjunk adni a többi embernek. És hogyha ezt mélyen elülteted, akkor megérted, hogy miért is érdemes élni. És én ezt kívánom, hogy ezt minél többször ilyen szeretett közegben, mindenféle egyéb manér nélkül, mert amikor megkérdezik tőlem, hogy mi a zen, és mondtam, hogy próbáld ki, tedd meg, és csináld. És nagyon egyszerű mondatok, hogy csináld. Oké, de mi történik? Ott ülsz, ezt tartogatod? Hát mondom, pont ennyi történik, meg ami még mögötte van, és nem látszik. És nagyon szépen köszönöm, hogy figyeltetek, és azt is, hogy ezt a megtisztelő helyzetet megkaptam Szunimtól. Úgyhogy járjuk tovább az együtt az utat. Köszönöm szépen!